Üdvözlöm Önöket! Főbb híreink röviden. Az Alapjogokért Központ álláspontja szerint 2022 vízválasztó lesz az Európai Unió jövője szempontjából. Európának fontos érdeke annak megakadályozása, hogy az Afganisztánból kiinduló újabb tömeges migrációs hullámok elérjék a kontinenst, közölte Szijjártó Péter külügyminiszter Teheránban. Az ünnepi időszakban a biztonságos hazai vérkészlet fenntartása érdekében véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Idén novemberben volt a legmagasabb az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma a 2015-ös migránsválság óta. A Heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. A 7. kerületet jelenleg irányító koalíció egyáltalán nem egységes, mondta Verej Zoltán önkormányzati képviselő, a Fidesz frakció vezetője a Heti TV Pirkada című műsorában. Elmondta, az olyan alapvető kérdésekben sem értenek egyet, mint a klauzáltéri csarnok ügye. Jelenleg úgy néz ki, hogy a téren található piac leépítése a cél, hiszen például 80 parkolóhelyet szüntettek meg a téren. Kimondható, hogy a vásárcsarnok ügye koalíciós harci színtérré vált. Verej Zoltán szerint nincs olyan szintere az önkormányzatnak, ahol egyértelműen sikert tudna elkönyvelni, így a közbiztonság terén is egyre több probléma akad. A politikus emlékeztetett arra, hogy 2014-ben adták át azt a műveleti központot a kerületben, melynek feladata volt felügyelni a 150 kamerából álló rendszert. Mindezekből mára megmaradt a műveleti központ, ám a kamerarendszer frissítése elmaradt. A kerületi rendészek által üzemeltetett kamerák úgy látszik nem vesznek mindent észre. Egyet azonban biztos, a szabálytalan parkolást azt azonnal. Ezen túlmenően a rendészet sem tudja betartani az előírt szabályokat, például a Bli negyedben. A frakcióvezető szerint nem jó irányba megy a kerület, erre példa a többszörösen módosított lakáskoncepció is. Mintegy 2700 milliárd forintot fordít a kormány az egyetemekre és az egyetemi kutatóközpontokra, közölte György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Top 100 kiadvány bemutatóján. Az államtitkár hangsúlyozta, az egyetemi ökoszisztéma fejlesztésén belül a vállalati belső képzéseket 70 milliárd forint értékben támogatja a kabinet a következő időszakban. György László kifejtette, a kormány modern és hagyománytisztelő 21. századot képzel el, ezért az egyetemi fejlesztések mellett 2030-ig 8000 milliárd forintot fordít majd vidékfejlesztési célokra, annak érdekében, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez hasonló régiókat fejlettségben Budapesthez közelítsék. Miközben Budapest fejlettsége az uniós átlag 140%-a felett van, addig ebben a régióban ez az érték csak 60%, tette hozzá. Az Alapjogokért Központ álláspontja szerint 2022 vízválasztó lesz az Európai Unió jövője szempontjából, az idei pedig felkészülési év volt a föderalisták és a nemzeti szuverenisták jövő évi nagy csatája szempontjából, amelyben eldőlhet, hogy milyen irányba forduljon az európai közösség. Kovács István, a Jogi Elemző Intézet stratégiai igazgatója közölte, 2021 válságos év volt, s a válságkezelésben az uniós intézmények felemás, inkább rossz, mint jó eredményeket értek el. Jelezte, az egész évet a koronavírus járvány határozta meg, ami az élet minden területére befolyást gyakorolt és gazdasági válságot okozott. Értékelése szerint az EU közös vakcina beszerzése nem volt eredményes, a keleti oltóanyagokat is beszerző magyar kormány különutas politikája felértékelődött. Ennek köszönhetően a többi tagállamnál hamarabb állt helyre a magyar gazdaság, és jelenleg már a válság előtti szinten van, tette hozzá. Az EU-s tagországok nagyrészt hitelből finanszírozott gazdasági válság kezelésével kapcsolatban Kovács István úgy értékelt, abszolút kudarcot vallott az EU ebben a tekintetben is, mert inkább az volt a fontos az eurokraták számára, hogy a közös adósság felé tereljék a tagállamokat. Jegyezte meg hozzáfűzve azt is, hogy az uniós helyreállítási alapból Magyarországnak jogszerűen járó forrást az EU nem folyósítja, mert a kifizetést politikai szempontokhoz kötik. Az ünnepi időszakban a biztonságos hazai vérkészlet fenntartása érdekében véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. A folyamatos vérellátás érdekében a vérellátó intézmények karácsony előtt és a karácsonyt követő munkanapokon is nyitva tartanak. Aki teheti, ezekben a napokban is segítsen, hiszen a gyógyulásra váró betegek is számítanak a véradókra, közölte a szolgálat.
Mint írták, még december 23-áig szaloncukorral, még december 27-e és 31-e között szerencsehozó lencsével ajándékozzák meg a véradókat. A véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovs.hu/vér-véradások címen lehet tájékozódni. Külfölddel folytatjuk. Egy palesztin média által Jeruzsálem arab lakosai körében végzett új felmérés szerint 93%-uk inkább maradna izraeli fennhatóság alatt, és nem mondana le izraeli személy igazolványáról. A jeruzsálemi arab lakosok többnyire nem izraeli állampolgárok, de kérhetik az állampolgárságot, ha akarják. Azok, akik nem állampolgárok, speciális személyigazolvány birtokában vannak, amely lehetővé teszi számukra a szabad mozgást Izrael területén, írja az Allgemeiner. Egy izraeli hírportál által végzett felmérés 1200 jeruzsálemi arab lakost kérdezett meg, egyikük sem izraeli állampolgár, arról, hogy a jövőben inkább izraeli vagy palesztin fennhatóság alatt szeretnének élni. A megkérdezettek közül 1116-an azt mondták, hogy jobban szeretnék, ha továbbra is Izrael uralná Jeruzsálemet. 84-en azt mondták, hogy a palesztin hatóságot részesítik előnyben, de közülük 79-en azt mondták, hogy nem mondanának le jelenlegi személyi igazolványukról. Idén novemberben volt a legmagasabb az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. A 2015-ös migráns válság óta a határrendészeti hatóságok mintegy 22.450 határsértést jelentettek, közölte az EU Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex. A tájékoztatás szerint 2021 első 11 hónapjában 184.180 illegális érkezőt tartóztattak fel az EU határain, 60%-kal többet, mint tavaly. Az EU keleti határain az illegális határátlépések száma idén megközelítette a 8000-et. Elsősorban afgánok és szíriaiak próbáltak jogtalanul bejutni az unió területére. A nyugat-balkáni útvonalon érkező illegális migránsok száma idén több mint kétszeresére emelkedett, 55.310 illegális határátlépést jelentettek az illetékes szervek. A legtöbb migráns ezen az útvonalon Szíriából, Afganisztánból és Marokkóból érkezett. Idén mintegy 90%-kal érkeztek többen a közép-mediterrán útvonalon, mint tavaly, míg a nyugat-mediterrán útvonalon érkező illegális migránsok száma csak 6%-kal nőtt. Európának fontos érdeke annak megakadályozása, hogy az Afganisztánból kiinduló újabb tömeges migrációs hullámok elérjék a kontinenst, ami felértékeli Irán szerepét, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Teheránban. Hossein Abir Abdollah iráni külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy fontos lenne megakadályozni az Afganisztánból meginduló tömeges migrációs hullámokat, de ha ez nem is sikerül, akkor azt kell meggátolni, hogy ezek az emberek eljuthassanak Európáig, ami felértékeli a szomszédos Irán szerepét. Rámutatott, hogy a perzsa állam már az idei év előtt is több mint 3,5 millió afgán menekültet fogadott be, és az ENSZ becslései szerint akár további 300 ezeren is érkezhetnek. Nyilvánvaló, hogy ha ezek az emberek megindulnak Európa irányába, akkor az ránk nézve súlyos biztonsági és járványügyi kockázatot fog jelenteni, mondta. Az Európai Járványvédelmi Központ erősen pesszimista előrejelzést adott ki, látva az Omikron villám gyors terjedését. Minden jel arra mutat, hogy hihetetlen gyorsan, már jövő év elejére az Omikron lesz a domináns koronavírus variáns Európában. Erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy felszólalásában, és ezt jelzi előre az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ is. Utóbbi meglehetősen pesszimista, lehűti azokat a várakozásokat is, hogy végül is, ha az Omikron kevésbé okoz komoly tüneteket, mint a Delta, akkor akár a megfertőződéssel is elérhető a nyáimmunitás. Az Omikron terjedésének megfékezése érdekében az ECDC szerint kerülni kellene a tömegrendezvényeket és a nagy létszámú zárt körű összejöveteleket is. Fontos a maszkhasználat, csökkenteni kellene a találkozásokat, ösztönözni kellene a távmunkát, növelni kell a tesztelést, és pontos a kontaktkutatás, valamint a fertőzöttek elkülönítése is. Egy felmérés szerint a koronavírus ellen beoltott amerikaiak 67%-a támogatja, hogy az oltatlanok koronavírus különadót fizessenek az üzletek járványügyi biztonsági intézkedéseinek fedezésére, de a legtöbb cégtulajdonos és maguk az oltatlanok sem támogatják a külön díj bevezetését, írta a Washington Times.
A jobboldali konzervatív napilap online cikke szerint a Skynova online felmérésének projektvezetője Joe Mercuria hangsúlyozta, hogy a felmérés szerint konszenzus mutatkozik abban, hogy a beoltatlan embereknek koronavírus megelőzési díjat kellene fizetniük, amikor belépnek egy üzletbe, hogy segítsenek fedezni a személyes védőfelszerelések és egyéb eszközök költségeit. A felmérés szerint a karácsonyi szezon előtt nagy a kereslet a repülőjegyek, a mozijegyek és a vendéglátóipar egyéb szolgáltatásai iránt, és pontosan ezek azok a szolgáltatások, amelyekkel kapcsolatban az emberek úgy érzik, hogy az oltatlanoknak többet kellene érte fizetniük, vagy akár meg is tagadhatnák tőlük a szolgáltatások igénybevételét. Végül egy gazdasági hír. A magyar infláció emelkedésének 80%-át külső tényezők okozták, a magas infláció globális jelensége a járvány szövődménye. Mindent meg kell tenni, hogy a külső hatások ne épüljenek be az inflációs kilátásokba, mondta a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a jegybank decemberi inflációs jelentését ismertető online sajtótájékoztatón csütörtökön. Baksai Gergely a kamatdöntést követően kiadott prognózis részleteit ismertetve kiemelte, újra csökkenő pályán van az infláció, a fogyasztói árindex idén novemberben elérte a csúcsát. A magáninfláció a következő hónapokban még emelkedik, 2022 közepéig 6% közelében alakul, ezután 2022 második felétől csökkenni fog. A fő mutató 2022 negyedik negyedévében tér vissza a tolerancia sávba, és 2023 első felében kerülhet ismét a 3%-os jegybanki cél közelébe, mondta. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, maradjanak velünk, hiszen következik egy rövid időjárás jelentés. Ma is napsütésre számíthatunk, helyenként még erős északnyugati szél fúj. Délután várhatóan mérséklődik, estére pedig legyengül a légmozgás. A hőmérséklet várhatóan -3, +6 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, további jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!